Megyénkben összesen 354 dolgozatot óvtak meg, a legtöbben a matematika és a román osztályzatokkal voltak elégedetlenek. Marosásárhelyen javították újra a dolgozatokat, 121 esetben módosult a jegy, 76 dolgozat kapott magasabb osztályzatot, ez viszont nem feltétlenül jelenti azt, hogy a megemelt jegy eléri az átmenéshez szükséges ötöst. Székelyudvarhelyén két vizsgaközpontban pótérettségizhettek a jelentkezők, a Bányai János szakközépiskolában és az Eötvös József mezőgazdasági szakközépiskolában. A szigorúság nem szelítült a nyári szesszióhoz képest, az eredmények most sem sokkal jobbak. A pótérettségi lejárta után a számok tükrében úgy tűnik, hogy az idei végzősök jóval több, mint felének nem sikerült az érettségi vizsgája. Székelyudvarhelyen ezúttal is a szakközépiskolák végzősei közül buktak meg a legtöbben, miközben például a Benedek Elek Pedagógiai Liceumban a tanulók mintegy 70%-ának sikerült a vizsgája, addig a Bányai János szakközépiskolában, vagy az Eötvös József mezőgazdasági szakközépiskolában 13% körüli az átmenési arány. Az okok sokrétűek, de a diákok érdektelenségét a szakemberek zöme kiemeli. Egyrészt ez az oka, az alacsony óraszáma felvételi, vagy az érettségi tantárgyakból. A másik oka az, hogy a gyerekek nem is ölték meg magukat a tanulással. Tehát nem vették elég komolyan, hiába mondtuk nekik, hogy kamerás rendszer lesz, tehát másolási lehetőség, beszélgetési lehetőség, egymás megsegítése lehetetlen lesz. Szerintem ezt sem vették elég komolyan, még azok sem, akik képesek lettek volna az anyagot megtanulni. Az elmúlt évek rossz eredményei után sokan az érettségi rendszer megváltoztatását várják. Ekaterina Andronescu oktatási miniszter a napokban ismertette azt a javaslatot, miszerint akár már jövőtől bevezetnék az úgynevezett szakmai érettségit azoknak a diákoknak, akik nem óhajtanak tovább tanulni. Az úgynevezett országos érettségit a jelenleg is érvényben levő kritériumok mentén szerveznék meg, ezt csak azoknak kéne letenniük, akik egyetemen akarnak tovább tanulni.